Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Közel 70 millió forintból újultak meg a székesfehérvári tankerületi központ területén a köznevelési intézmények. Ezzel fogunk foglalkozni a mai Esti Mérlegben, a köznevelési intézményben végzett eddigi munkálatokról, illetve a leendő fejlesztésekről is szó lesz. A székesfehérvári tankerületi központ 148 feladatellátási helyen működtet intézményt, tagintézményt vagy intézményi telephelyet, ahol több mint 3500 alkalmazott. Mintegy 22 ezer gyermek nevelését és oktatását biztosítja. A központ nagy hangsúlyt fektet a nyári időszakban végzett karbantartási munkálatokra. 2017. augusztus 31-ig 68,9 millió forint értékű beruházás valósult meg, 86 feladatellátási helyszínt érintve. Nagy örömmel tudom elmondani, hogy a teljes székesfehérvári tankerületi központ területén közel 70 millió forint értékben történtek munkálatok a nyár folyamán. 364 tanterem teljesen megújult, tisztasági festéseket, természetesen a szükséges ANTS által előírt fejlesztéseket meg tudtuk valósítani, és ezek a fejlesztések nem csak a nyárra, nyilván a nyárra koncentrálódtak, de most az őszi szünetben is még várhatók fejlesztéseink. Több székesfehérvári intézmény vonatkozásában is új telephellyel bővült az Arany János egymi, ennek a telephelynek a kialakítása, a hétvezériskola nyelvi laborjának kialakításától kezdve. Számtalan olyan aprónak látszó karbantartási feladat, ami a mindennapok közérzetét mégis jobbá teszi. A jövőbeli fejlesztésekről egy külön sajtótájékoztatót tervezünk majd, ahol az összes olyan pályázatról szeretnénk beszámolni, amit már nyertesként tudunk majd kihirdetni. Alapvetően a székesfehérvári tankerületi központot egy nagyfokú pályázati aktivitás jellemzi. Ennek keretében 14 iskolánk újul meg az EFOP 413-as konstrukció jegyében, és az EFOP 412-es pályázatban is 3 intézménnyel pályáztunk, ebből már 2-nél pozitív a döntés, úgyhogy bízom benne, hogy egy éven belül tényleg jelentős munkálatoknak állunk neki. De azon túl, hogy az infrastrukturális fejlesztést célul tűztük ki, azon túl nagyon fontos feladatnak érzem a tanév során a módszertani fejlesztéseket, a módszertani megújulást, hiszen az a generáció, aki most az iskolapadba kerül, vagy ott van fiatalként, ő már azért más módszereket is kíván, és nem titkolt célunk az, hogy az intézmények egymástól tudjanak jó gyakorlatokat átvenni, egymástól tudjanak tanulni, és fölkészülten várják a leendő elsős, illetve középfokon a 9-es diákokat. Milyen módszertani feladatokról vagy újdonságokról számolhatunk be, melyek azok, amelyeket fontosnak tartanak, hogy megújuljanak az oktatási intézmények? A kiemelt terület egyértelműen a digitális kompetenciák fejlesztése, a digitalizáció használata, mindennapi használata, praktikus használata, és ez nem csak abból áll, hogy projektort használunk a korábbi írásvetítő helyett, az interaktív táblák számtalan olyan lehetőséget nyújtanak, amelyek a mostani generációnak is tényleg érdekesek, és szeretik a gyerekek ezeket az új módszereket. Azt gondolom, hogy a hagyományos előadói jellegű órák helyett sokkal inkább a csoportmunkára kell majd koncentrálni, arra az együttműködésre pedagógus és diák között, ami azt jelentheti, hogy a diák maga szerzi meg a tudását, maga hozza létre azt a tudást, és nem pedig kapja készen. Tehát talán a kreativitás, a technika adta lehetőségekkel kombinálva ez lehet az a jó út, amit járniuk kell az intézményeknek. Én alapvetően optimista vagyok, és nagyon pozitívan nyilatkozom a jelen helyzetről is, hiszen nagyon sok olyan pedagógiai gyakorlatunk van, amire joggal lehetünk büszkék a magyar oktatásban. Konkrétan a fehérvári tankerületre koncentrálva, én azt gondolom, hogy ez a tanév, ez mindenképpen egy olyan nyugodt tanév lesz, ami mentes mindenféle olyan külső átszervezési körülményektől, ami elvonhatná a pedagógusaink figyelmét a tényleges pedagógiai munkáról. Tehát én hiszem azt, hogy ennek a tanévnek a végén egy ugyanilyen kis beszélgetés keretében már konkrétan azokról az eredményekről fogunk tudni beszámolni, amit ebben a tanévben megvalósítottak a pedagógusok.
És még egy mondat erejéig visszatérve, azért itt a fejlesztésekre mely iskolákat érinti, ez mely iskolák igazgatói vannak itt most jelen, és ők mivel büszkélkedhetnek most már így a nyár végén, vagy hát a szeptembernek az elején? Hát igyekeztem minden iskolatípusból és távolabbi területekről is hívni igazgató kollégát. A Bicskei Csokonai iskolánk igazgatója, Bárányos József igazgató úr van velünk jelen, aki majd egy FOP 4-1-3-as fejlesztésben lesz érintett. A Móri Radnóti Miklós általános iskola igazgatója, Kajos Péterné igazgatóasszony van velünk jelen, aki szintén egy FOP-os fejlesztésben lesz érdekelt. A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatója dr. Vizi László Tamásné, ő nyilván a Székesfehérvári kampusz, középiskolai kampusz nyomán érdekelt a fejlesztésekben, és amire igazán büszkék vagyunk, és talán a zászlónkra, hogyha egy elmondatot kéne tűzni, az a gyógypedagógia fontossága. A gyógypedagógiai intézményeket pedig Mészárosné Törzsök Zsuzsanna igazgatóasszony képviseli az Arany Egymi képviseletében, akiknek most van döntési fázisban egy pedagógiai megújulásos pályázatuk, amire majd épül egy infrastruktúrális fejlesztéses pályázat is, ami a halmozottan súlyos fogyatékkal élő tanulók megsegítését fogja célozni. Ami a fehérvári oktatási intézményeket illeti, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban tisztasági festésre, illetve villanyszerelési munkálatokra volt főként szükség. Igazából nálunk ezek a karbantartási feladatok voltak azok, amik kijelölődtek, hiszen bizonyára mindenki tudja, hogy itt egy kampusz épülni fog, tehát nagyobb beruházásra ebből következően nem érdemes gondolni, hiszen jó háziasszony módjára kell, igazából jó gazda módjára kell ezekkel a dolgokkal bánni. Az Arany János Egymi szeptember 1-től 6 helyen kezdte meg működését, és változik az intézmény módszertana is. A mi munkánknak alapvető része, illetve az alap a habilitációs-rehabilitációs jelleg, ami az egész napunkat, az egész tanítási évet át kell, hogy hassa. Ebbe az évbe szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a különböző terápiákra. Szeretnénk bevezetni a művészeti terápiát, folyik évek óta az állatasszisztált terápia, logopédiai ellátást kapnak a tanulóink, hidroterápiát működtetünk. Tehát minden olyan lehetőséget próbálunk megadni, ami ahhoz járul hozzá, hogy a gyerekek képességeit minél jobban és minél nagyobb fokban ki tudjuk bontakoztatni. És végül egy mondatban kérem, hogy mondja el, hogy hány autizmussal élő gyermeket foglalkoztat az önök intézménye? Az autista gyerekeink, óvodásaink száma növekvő tendenciát mutat. Jelenleg 3 autista óvodai csoporton működik a Ligetsori telephelyünkön. Ott még egy általános iskolai osztályunk van, akik integrációs jelleggel a Vörösmarty iskolába járnak be tanórákra. Természetesen attól függően, hogy ki milyen állapotban, ki milyen képességekkel rendelkezik. Itt készült egy nagyon alapos és nagyon kidolgozott olyan együttműködési szerződés a többségi általános iskolával, amiben minden pontban leszabályoztuk azt, hogy ki, hogyan és milyen módon vehet részt ebben a részintegrációban, illetve Budai út 90 szám alatt működik autista intézményegységünk, ahol 9 osztályban, 8 általános iskolai osztályban és 1 készségfejlesztő iskolai osztályban neveljük, oktatjuk autista gyermekeinket, tanulóinkat. A Móri Radnóti Miklós általános iskolában csak úgy, ahogy a többi intézményben, terepfelméréssel indult a beruházás. Nyáron minden szükséges munkát befejeztek a szakemberek, hogy a 2017-18-as tanévben már megújult formában várja az iskola a diákokat. Ahogy említettem, a Radnóti iskola nem önmagában csak egy épület és egy intézmény, hiszen tagintézményeink vannak, úgyhogy én így a tagintézményeimről is szeretnék pár szóban beszámolni. Összességében 6 épületről beszélhetünk. Természetesen, ahogy beszéltünk róla, valóban a tanév végén felmértük azokat a
területeket, ahol a nyáron felújításra lesz szükség, vagy bárminek a cseréjére. Ez minden egyes telephelyen megtörtént. Elsősorban a legfőbb tevékenység az mindenhol a tisztasági meszerés volt a kijelölt helyeken. Volt egy olyan tagintézményünk, ahol a kazán felújítására került sor, illetve ilyen apróbb javítási munkálatokra. Ezeket természetesen ütemeztük, hogy mikor, hol mi történjék, és hát a nyár folyamán azt gondolom, hogy teljesen korrektül és időre elkészült minden. Szeptember 1-én mindenhol nagy örömmel vártuk a gyerekeket, teljes rendben voltak az épületek, berendezések, úgyhogy ennek nagyon örültünk, így kezdtük meg a tanévet. A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola legfontosabb felújítása még tavaly előtt kezdődött el. Ennek folytatására került sor az idei nyáron, amely a jövő évben is folytatódni fog. Ez a bizonyos 1920-ban épült Klebersbergi épületünknek a teljes energetikai felújítása. Ezt követi majd a 17-es, 18-as tanévben a fűtéskorszerűsítés, és így visszanyeri ez az épület a pompáját. És méltó lesz tényleg arra, hogy nagyívű politikusunk által megálmodott módon folyjon ott az oktatást. Ebben az épületben egyébként az alsó tagozatosaink vannak, és hát a nagy álom az pedig az, hogy mondjuk az elkövetkezendő 5 évben ezt az épületet egy olyan szárnyal tudjuk kiegészíteni, hogy a teljes iskola, tehát a felső tagozatos itt elférjen. Egyébként a biztonságos működés az rendben van, tehát amit igazgató úr is említett, a tisztasági meszelés, a festésmázolások, az azonnali végrehajtást igénylő karbantartási feladatok, ezek zavartalanul folynak. Én azt látom, hogy most már abszolút normalizálódott a helyzet az intézmények és a tankeretek között, tehát az a pénzügyi biztonság, amiben most már a tankeretek működhetnek, ez az iskoláknál is megjelenik, tehát nem az a kérdés, hogy miből, hanem az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudjuk ezeket megvalósítani. Az elkövetkező időben 14 iskola újul majd meg uniós forrásból, de az infrastrukturális fejlesztés mellett a módszertani fejlesztésekre továbbra is nagy hangsúlyt helyez a központ. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk az esti mérleg után is, hiszen érdemes viszontlátásra!